Sarat gyűjtöttek a fecskék az aranyparton, a felvételek a napokban készültek, ami azt is mutatja, hogy a védett madarak bevették városunkat, ahol 2020 óta működik fecskevédelmi program. Ennek keretében épült ez a fecskehotel is Ménfőcsanak városrészben, ahol a lakosság is aktívan bekapcsolódott a projektbe. Ménfőcsanakon például az idei évben a fecskék érkezése előtt műfecskefészekre és fecskepelenkára lehetett regisztrálni. Nagyon lelkesek voltak a lakosok, nagyon sokan regisztráltak, és nagyon sokan szeretnének együtt élni saját ingatlanukon is a fecskékkel, és ez nagyon örömteli dolog. Ezen kívül a Ménfőcsanaki városrész nyert egy pályázaton, és madárbarát település részt lettünk, és azért kaptunk egy fecskehotelt is a többek között más felajánlások mellett. Itt ugye várjuk még, hogy költözenek be a fecskék, a szakemberek véleménye szerint 2-3 év, mire ide szoknak, és bízunk benne, hogy meg is fognak érkezni. Ezen kívül minden évben a fecskevédelmi programnak fontos eleme, hogy a fecskeállományt a városban szeretnénk felmérni. Itt számítunk a lakosoknak az aktív közreműködésére. Két formában is lehet segíteni a fecskevédelmet. A győr.hu oldalon ezt az online űrlapot kell kitölteni, de a jövő heti Győr Plusz heti lapban is találhatnak egy bejelentő ívet, amit a polgármesteri hivatal Honvéd utcai épületébe kell bevinni kitöltve. Az alpolgármester, aki egyben a körzet képviselője is, számos más tervvel készül a fecskék védelmében. Szeretnénk megszólítani, mint minden környezettudatos kezdeményezésünknél a fiatalabb korosztályt is, úgyhogy terveink között szerepel, hogy az általános iskolás korosztálynak indítsunk egy projekteseményt, ami a fecskékről szólna, ez több elemből állna, ezt kidolgozzuk az őszi időszakra, és ezzel szeretnénk felkérni majd az általános iskolákat, hogy vegyenek ebben részt. A másik fontos dolog, hogy a városi fecskevédelmi program fontos eleme a biológiai szúnyoggyérítésnek, hiszen a fecskéknek egyik legfontosabb tápláléka a szúnyog, és ilyen tekintetben is szeretnénk tovább lépni, és szeretnénk, hogyha a városban a biológiai gyérítésnek még nagyobb aránya legyen jelen, és szeretnénk csökkenteni a kémiai szereknek a használatát. És ebből a célból ezt alaposan tudjuk végezni, egy munkacsoportnak az összehívását kezdeményeztem, és ide meghívunk minden olyan szakembert, aki valamilyen formában a szúnyog témához kapcsolódik. Szeretnénk összegyűjteni az országos jó tapasztalatokat, akár külföldi példákat alapul véve, és kidolgozni egy olyan menetrendet, koncepciót, ami alapján már a következő évben is tudunk előre menni ilyen témában. Az is fontos, hogy egy kommunikációs csatornát alakítsanak ki a lakosság és a szakma képviselői között. Szeretnénk, hogy a Győr madárbarát település legyen, és nem csak itt a ménfőcsanaki lakosokat szeretnénk bevonni a madárvédelembe, fecskevédelembe, hanem a városi lakókat is, és szeretnénk a belvárosban is kihelyezni odukat, madárodukat, és szeretnénk a városi madarakról is tájékoztatást adni a lakosok számára. Az alpolgármester elnökségi tagként segíti a munkáját a Madárbarát Települések Országos Szövetségének, így a győri madárvédelem jó kezekben van, amit hozzáértők szakmai tanácsai egészítenek ki.